Na, azt hiszem adásba vagyunk rendesen. Esetleg vissza is jelzettek, elvileg indul minden. Oké, jó estét, hölgyek, urak, sziasztok, itt Karvaj. És akkor vágjunk bele egy kis botos streamelésbe. Igen, volt ugye, hétfőn ismét egyébként lesz ZH-m, Azt ez ott a hiszem adásba statisztikából. vagyunk Á, rendesen. igen, működik ezek szerint, Jó, mert vissza visszahallom magam is, hogy jelzettek elvileg. elfelejtkeztem az apróságról. Ah. Remélhetőleg nem lesz gond semmivel, se a hang, se semmi. Nyugodtan jelezzétek, ha bármi van. Igen. Szóval a legutóbb, amikor streameltem, akkor pszichó, ZH előtt álltam, most statisztika. Az sikerült, szóval hát, ha így az is. Ha más nem. Elnézést a 2 perces késésért az indításnál, épp csak megkajáltam. Korábban Karxival Stellaris-oztam. Ja. Ő viszont nem lesz, mert egyrészt aludna, másrészt meg nem lenne hely a gépén a test szervernek, meg ha lenne, és akkor is még miután letölti, várakoznia kéne egy csomót, hogy becsatlakozzon. Szóval ez most ilyen egyfős adás lesz, úgyis legalább gyakorlom itt ezt a posztolásos dolgot, hogy streamelek a streamembe. Mindig vannak vendégek, most kivételesen is. Ja, a farmolós akkomon, milyen farmolós, nem a japános akkomon játszok. Igen, Freddy. Ez amiatt van, mert most voltam átírni a nevemet, szóval. Bár igazából úgyis be kell térni, ezt gondoltam, miért ne? Ha már úgyis itt van ez. Igaz, itt nincs sem végtelen helyem. Amíg pofázok, addig akár fel is vásároltam az új svéd ágat. Nagyszerű. 9.18-as tesztervenek a patch ez. A megerősítve, igen. És ebben jönnek a 9.17, bocsánat, nem 18-at, még nem tartunk. Ebben jönnek a svéd tankok. Közepes tankák és tankvadászág. A tankvadász az, ami leginkább érdekes, vagy hát így furcsa. Mindjárt nézzük a dolgokat, de igazából a Goodbed már megelőzött, ő már nyomtott egy streamet, tesztelte a tankokat. Esetleg azt még nem láttatok, vagy tőlem is szeretnétek látni, akkor most jókor vagytok itt a lehetőség, és nézni, ja. És a továbbiakban majd szerintem ezeket a streameket nem feltétlenül így egészben töltöm föl, hanem kisebb szeletekre vágom, mondjuk fél órásokra, és akkor azt fogyaszthatóban meg lehet nézni, talán így hiszem. Meg úgy tűnik, mintha kreálnám a kontentet attól függetlenül, hogy suliba tanulok, szóval mindenki jól jár. Hogy nézel ki? Klassz. Eléggé modern tankok tűnnek, mondjuk persze a svédek nem vettek részt a világháborúban, semlegesek maradtak, az más kérdés, hogy az kereskedelmük az folyt továbbra is a harcoló felekkel, de ugye egyébként semlegesek voltak, és mondom, inkább a világháború utáni tankjaik szerepelnek itt, de egyébként Svédország 1905 volt, azt hiszem az utolsó háború, amit vívott Norvégiával, egy rövid háborút. Finnországot azt hiszem akkor engedték szabadon, vagy ez később volt, nem is tudom, írtam, át kell nézni is, a skandináv törémet. Nem tananyag az iskolában, de érdeklődő vagyok. Szabatonnak hála részben. Kellett volna valami szabaton stream, de ja, nem igazán csinálhatnám, mert per. Ez pedig a 10-es nehéz, ó, nehéz tank lesz belőlük, akkor azt gondolom ilyen 50B-szerűség. AMX 50, és tényleg jó van, akkor nem csak annak látszik, hanem tényleg. Ezt meg is vásárolhatjuk akár, majd átnézhetjük a többit is, persze. Csak persze. Ah, most a tankvadászágot húztam, nem ez a tankod. Jó, van, hülyeséget beszélek, nyilván az volt a rendeság. Igen. Szóval. Egyébként, hogyha Karkszin múlott volna, akkor Stellaris-t streamelnénk, persze akkor hamarabb kellett volna elkezdeni, de inkább folytattuk most a saját játékunkat, aztán majd, hogyha legközelebb feltem egy stream, és nem akar botozni, akkor lehet, hogy Stellaris lesz. És vannak még ott dolgok. Csak a csigás játékot nem tudom, hogy fogjuk tudni folytatni, mert Freddy igazából nem akarja, lehet akkor csak kettesben, vagy pedig mert Freddy kezdene egy rendes újat. Illetve egy másik alkalommal öten kezdtünk egy játékot, kezdtük ott Freddy is, meg még páran, akikkel picit nehezebb összeegyeztetni, hogy mikor ér rá mindenki játszani. Nagyon furán néznek ki ezek a tankvadászok. Néhányat megnéztem egyébként Goodbet streamjében is, munkások. Főleg, hogy nagyjából sebeztetett ennek, a 10-es az biztosan frontból, úgy van döntve. Persze úgy áll, annak is van azért egy kis front része, ahol
bele lehet jutni, szerintem nem túl döntött, de úgy egyébként a tank nagy része az kb. Sebezhetetlennek tűnik frontból. Szóval elnézést az orrongomért is, csak meg vagyok picit fázva. Na, majd meglátjuk, hogy akkor Stellaris ez hogy lesz, most egyelőre ez van, meg talán majd még lesz biztos minden. Nem. Így. Ja. Ugyanakkor a legénységük is van. Most ezt szerintem nyugodtan megszületjük a svétónkat, lássuk. Nagyon jól néz ki ez a kis szar. Van ez az ágyú géppuska, meg egy 23 is. Lehet még ez a legjobb, nem? Hát szórni szór, de gyorsan célos, szóval lehet én a géppuskával használom, hogy átütés van. 33, bőven jó. Na, mert 37 mm, akkor ez reovertár egyáltalán? Nem, mert azt már kiírják, ugye? Szóval nem revolver, hanem normális. Ja, bocsánat, ez a revolver. Hispano. Madzen, más a neve, de ez a géppuska. Auto Cannon 20 mm-rel inkább az. És nem sok tech van rá. Ez így ki van fullozva. Na de kezdjünk valami. Ó, hát ennél jobb zászlót nem is lehetne rátenni. Tökéletes szimbolizmus. Skill-on még egyelőre nincsen. Nyilván nagyot mindenből. Van 7 lőszer is. Hogy van az átütése ennek a járműnek? Revolvertár. Ez biztos jó mes lesz, hogy ezzel játok, mert mint tudjátok, nagyon gyakorlat vagyok revolvertárra, ugye rengeteget szoktam játszani. Fél perc üretölt és 252-es van, az egy picit gyenge. Aha. Nem is tudom, minek használnék bele a repaszt. Biztos van olyan a szituáció, de most tryhardkodunk egyet. Most csak 2 tár prémium, lehet, hogy már picit több kéne. 3 tár. Felszerelés nyilván egy vertikál. Ez mindig jól jön. Ezek az első modulok, amiket ezzel az akkon veszek, de nyilván nem fogok olyan sokat játni. Hát ide másnak több. Bár nagyon sok minden nincs, ugye töltésosítót nem lehet kapni, mert revolvertáros. Mi a az idő? Az az új töltés, 2,5. Ez még nem olyan rossz. Optika. Mit 500, 400, oké. Milyen páncélatunk? Igazából nem megnézhetem az adatokat is. Oké, páncélat az semmi, még az MX-70B-nek is több van, bár a tornya az védett. Egész jó. Megyül a tonna, látszal az nincs. És ha adhatok tippet, addig gyorsan nézek a csetre. 40 mm. Igen, az jó nagy dobeg egyes szinten. Ja. Statisztikán van törim, meg nincs, hát ez egyetemi és nem töri tanulok, bár lehet az a jobban jártam volna, mert ahhoz értenék is. 10-es véd, TD, tüzdő módban, olyan mint egy porsz. Igen, és ugye ezeknek a, majd ezt is bemutatom, a TD-knek van egy siege módja, vagy nem is tudom, mint a Starcraftos tankoknak. Mikor nem annyira mozgékonyak, kb. Nem tudnak mozogni, de olyankor kell velük igazából lövöldözni. Anélkül is lehet, csak így hatékonyabb. A optika mindig jó. Egy optika mindig jó. És hát miért is nem? Mire lehet fel... Ú, milyen festés adnak a... Hát nem túl sokféle. Na, akkor teljes árut kérem, köszi. Mert ha már kifizetem, akkor festd rendesen azt a tankot. És összezavarja ez az ellenfelet, annyira nem. Pöttyös, pöttyös. Svédországban fehér a sivatag. Na, mint ha érne bármi, de most nézzünk ki valahogy. Na, egy pár órával korábban kezdtem el egyébként várakozni a tesztelő, szóval ha nem engedve titeket a sorbanállás miatt, ne lepődjetek meg, kell egy kis idő, elég sok idő. De az is, hogy szombat este vagyok, szóval arra gondoltam, hogy ha nem jutok be a stream idejére, akkor majd megpróbálkozom hétköznap egy este talán, és addig meg most, ha már kiírtam, hogy stream, akkor stream, de akkor csak rendes volt a kon, ugye, ott szerveren lett volna a dolog. Persze ez nem árt a statisztikámnak.
Ja. Hogy telik egyébként a tél eleje? Nincs overmatch. Mi az, hogy nincs overmatch? Ja, de most sem lehet, oké. Na. Kb. Úgy fogok szerintem játszani, mint egy közepes tank. Itt nagyítsunk a térképet, ez is már HD lett térképen, ez eddig is ilyen volt, nem? Vagy most ott álltak itt, értelmetlen. És amit Kata kipróbált volna biztosan az a HD VK 2601, mert HD lett az Object Star, az 40, az továbbra se. Mindegy, ott látható a kis VTD. Starter Titan, de sem úgy van, egyszerű. Kramwagen, az biztos, hogy menőnő van, a svéd nyelv elég király. Tüzérség persze be tud ide lőni, amennyire tudom, szóval lehet inkább közelebb megyek az objekthez. Ha már ott a hátul. Nem vagyok túl függő, de érdemes észbe tartani, hogy akármilyen mozik vagy az a jármű. Vagy kicsi, ez még úgyis tényleg baromi kicsi. Az akkor is csak 45 tonna, vagy 40 néhány tonna. És nem is végtelen átütésem se. Nem akarom, hogy tüzér megöljön, mint ahogy azt az objektet tette. Az eredmény pedig fedezékben van. Egy tárból pedig nem hiszem, hogy ki tudnám itt nyílni. Okay. Problémás, mert csak egy TVP van még velünk társaságban igazából, és 3 darab 10-es közepes tank ellen vagyunk, és 3 lövés van még a táramban, szóval lehet át kéne pozícionálnom máshova, de ugye én nem vagyok egy autóloader játékos. Nem, ezt ráfogom a lagra, nem igazán követtem a... ezt is. Más nem is kell. Ja, hát, oké. Nem látok rá okot, hogy itt maradjak a továbbiakban. Őszintén szólva. Ez izgalmas volt. Izgalmas volt. Jag ser målet. Vi slog rakt igenom pansaret. Mi a hangja van ennek a autolód? Á, és jön meg én vagyok csak. Nem baj, egy kicsit taktikus volt, de eljutottunk A-ból B-be, ugye elég régóta nem játszottam, az lett, hogy látszik, meg amúgy is egy bénes srácok, mint tudjuk, de azért próbálkozom. Vannak egyébként új prémium tankok. Nem mintha vennék. Csak érdeklődöm, hát valaki vesz. Svédeknél nincsen prém. Mondjuk azért fura, mert minden újjágon szokott lenni egy prémium tank. Jaj, de már van. Hülye vagyok. Csak az nem kapható itt. Nincs az ágon. Van egy hatos közepes tankszerűség, ugye? Itt jön, ez egy 3 van itt. Mondom, a franciák új tankja az nem kapható itt, és az amerikai és ja, csak a honlapon lesz meg benne. Nézzük akkor ezt az ostrom modot. Csak elszereljük. Ez biztosan kell. Szerzett gyorsító nincs is, de van. Annyi amúgy alapból. 3 szek, nem is olyan rossz. Úgyis meg kell állnunk, szóval szerintem ez még úgyis szinergál. Azzal, hogy ostrom mód és TD-zés. Persze azt is, minek bármi más. Bár lehet egy átszálló nem lenne rossz. Úgyhogy akkor állunk, na mindegy. Igazából én egy kis mobil ostrom gépként akarnám kezelni főleg. Csak a legjobbakat. Ez egy győzelem. Meg is dolgoztunk értelemben sem. Oh, nem már.
Egy félrakott és ennyi. Eltud az aranyomat is, de ez meg már csak az OCD-m. Bogarasság. Itt tényleg van értelme mondjuk már a kamónak. Legyen fehér egér. Vagy mi a fene. Az biztos, hogy itt gyorsan kapunk csatákat is. Nem tudunk elszakadni a téli pályáktól. Primtank buffok. Olvastam pár buffról. Igen, és az X-el lehet átváltani az ostrom üzemmódon, majd megmutatom. Szóval érdekes, hogy a játékba került egy ilyen új feature. Ja. Nem túl gyakran kerülnek. Ugye egy ideje már nem is volt semmi újdonság igazából, ami kell ilyesmi lenne, egy új parancs, vagy egy új bejelzőjelműveknek egy más TD-se, tud ilyesmi. Persze ez se egy mai jármű, vagy hát mai, nem egy 40-as tankvadász. Az biztos. Senkit nem érdekel az északi rész? Nem megyek én meg a másik. STRV 103V-et, szerintem ezt csak 103V-nek fogjuk hívni. Én biztos teszem, hogy kreatívan kitalálnak majd. Mert közben is át lehet váltani? Aha, csak olyankor megáll. Olyankor mozoghat, csak nagyon keveset. Aztán ismét meg kell állni, hogy átváltson. Nagyszerű. És így van álljuk itt időzítőség, mozoghat a tank is, de egyébként nem, így lehet igazán mozogatni a leveget. Láttam, addig láttam is felfüggesztéseket is. Furcsa, hogy ilyen gyorsan. Ja, tényleg az 8-as szintű. Ez már 8-as szintet is van egyébként, Quickie BB-nak a videójában láttam, csak az furcsát van az újra tölt, és már erre emlékeztem, de aztán láttam, hogy ez nem a 10-es, csak elég hasonlítanak. Szóval mind a két oldalon szarul nézünk ki, a T92 HMC lett, ettől még csak T92-nek fogom hívni. És már ki is nyírta egy grillénket. Ez elég defenzív, mondjuk. Ja, hát nekik vannak tankjaink, nekünk meg csak TD-ink lényegében. Hát közelebb akarunk itt menni. Igen, majd fedezlek. Ha tudlak, persze. Nem biztos, hogy tudlak. Ugye fenn a tesszerrel, a hardcore-kodjunk. Tájharkodjunk, csak menjünk a frontra, aztán próbáljunk maga alkotni. Igen. Mi volt még eszembe? Mindig van olyan érzésem, nagyon bosszantó, hogy valamit elfelejtek. Azt ilyesét, vajon bíza fullad, vagy ott el tud kelni, mert úgy látom, inkább emelkedő. Silly YouTube! Ja. Szóval az ember egy élő reklámtábla. Az addig érzékem nincsen, szóval észrevesznek, nem fogom megtudni. Ilyenkor van igazán ágyus érzésem. Persze a T92 mindjárt le fog balanszolni. Minden nem fogsz beütni, tesó. Szóval hogyan nézzünk ki most kívülről? Csak a felsőben az nem látszik igazából. És olyan döntés van benne, hogy autóban szól minden. Autobahn. Kérsz még buta is hét. Stalin is jött rú. Rendben van. De csak erről van szó. Na hát, valami ilyesmi is szállítottam. Persze. Jag ser målet. Det är nytt mål.
Magamat még pont kinyírhatom, hogyha befutok a levegőbe. De annyi érsz, hogy nincs semmi, szóval megúsztam. Majdnem. Tovább lopakodunk. Borzasztó alacsony, ez egy ilyen tier 10-es E25-nek tűnik a számomra, csak pár pillanatra megállítja az embert, hogyha igazán lőni akar. Tehát segít 14 másodpercre töltés, amúgy meg 5,40 volt. Szóval ennyi szóval lényeges a különbség. Hát életbevágó. Tényleg csak arra van, hogyha arra akarunk valakit shotgunozni még gyorsan, akkor nekem megállni 2,5 szekre. Egyébként meg... Ja, ezt el tudnám képzelni több TD-nél is, mint dolog. Bár így is eléggé az a probléma a TD-kkel, hogy mozgásképtelenek és csak annyit tudnak csinálni. Tehát ne. Nem itt kezdődnek a vagy nem az oldanának minden gondom. Hogyha a TD-ket így lebutítanám. Picit lassan reagál az egerem. Hát ez a szerve oldali célkereszt is le van terhelve, csak amit látjátok, tényleg így vontatottan reagál. Aha, ez az lesz. Szinte biztos. Na, megpróbáltam összeadni a Mr. Shotgun-t. Ki a jobb? Nyilván az a V, nem tudom, hogy van. Mennyi alfám van, meg se éreztem. 390. Hát ez egy 105-ös ágyú, ami ezen a kaliberán kulcsa, hogy nem 320, de persze más tier 10-es közepes tanulnak is 390, csak a japán a szovjetek azok, akik 320-szal dolgoznak. Ott van a barátunk. Mert tudtam, hogy ha még várok, akkor nem fogom tudni meglőni, mert az object újra tölt, szóval inkább megkockáztam DC-s felül. Mi a problémád? Hol van még itt egy FD? Hol még a célkereszt is mennyivel vagányabb, így. Nem jól használom ki a bunker módomat. Na jó, lehet, hogy ezt picit elsiettem. Na mindegy. Igen, még azt jelenti, hogy team kill. És az EU-s srácok se jobbak, mint az oroszok. Nem érdemes általánosítani. Jó, hogy nincsen töltős? Igen. Jó, azért lett ilyen hosszú a reloadom, mert töltős. A rádiós is, csak mondom, minek tegyem vissza a rádiós, de igen, valószínűleg így van. Ja, jó a töltős is. Össze kell hozni egy szabatont. Van amiben 5 fős, de itt is már csak 3 vannak. Érdekes mi? Miért néznétek még ezekkel, vagy pedig a kisebb szintűekkel nyugodtan jártok magatok, de fejbe megyek egyet még valamelyikkel, de mi ez a Leo? Nem barátságos, még amíg közepes tanok, tudjátok, én addig vagyok jóban velük. Emil 1. Emil 2. Emil és a detektívek. Mondja a Leót. Engem érdekel egy ilyen duci kis közepes tankocska. De aranyos. De csuki vagy. És egy egyiptomi isten a rádiód. Azt a... Leo, Leo. Nem lehet megunni a leopárdokat, mi? Szerintem ez a Leo sokkal jobb, mint a német Leo. Hogy lehet nem szeretni? Nézzétek meg. És van egy száz... Mert gondolom, hogy az a... Hát igen, inkább az. Uff. Azért megvan az ára. Csak annak nagyobb, mindenki imádja a nagy lövegeket, tehát duci.
Követeltétek azt is, hogy az Oita 150-essel játszom, akkor... Ó, sajnos nincsen reverti. Szerzős gyorsító? Talán. 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 Páncélzat nem lesz rajta páncélt, ezek a svéd tankok sorról szólnak, még több. Glass cannon. Főleg, hogy ennek ekkora sebzése van, hát... Ma picit tudok javítani a dolgon. Mert az is valami. Ennek is örülök. Mennyi az átütésem? Mennyire trollos ez? Az 155 az még nem olyan rossz, még akkor is egy hetes med. Ugye állítólag a hetes medek a legrosszabbak. Mint ugye általában tankok. Tehát a legrosszabb tankok a hetes közepes tankok. Nekem eddig még egyikkel sem volt igazából probléma, nem mintha olyan sok hetes közepes tankkal játszottam volna, de... Úgyhogy szerintem eltúlozzák ezt ott. Cuki, cuki. Befestünk mindent. Ez lehetség. Nem tudom. Így jobban látszik az alakja. Olyan, mint hogyha fogyna. Ez a Leo. Simán össze lehet keverni a német Leóval így. Persze. Haló. Ez egy egyfős cirkusz most. Bocsi, Bence. Azon Bencék tartsanak össze. Most próbálok a saját nyelvemmel megállni. Ja, most igen, Peti, csak a svédekkel fogok menni, mert azok az új tankok. Van ezen ki a másik, szerintem csak ez. Szerintem Jakab, vagy Robert, két kereszt neved van, miért? Mindenki olvasta szerintem az Emily és a detektíveket, mivel kötelező olvasmány, szóval nem volt rossz, de hogyha magamtól olvasok valamit, azt valószínűleg jobban élvezem, mint hogyha rám van készítve. És tök jó, hát ez szinten is vannak emberek, igaz, tele van a pálya Leókkal, meg az IKV-90B-vel, ami a TD. Ez a svéd, a svédeknek tök jó zászlójuk van. Szapmi. Szapmit nézzétek meg, az lapföld gyakorlatilag a saját nyelvükön, tehát nem egészen Finnország, attól északabbra a lappoknak az ország, ami nem egy saját ország, tehát nincs külön ország, nem erre kéne menni, belegondolva. Olyan tiszta reload class. Annak aztán van zászlója, nézzétek meg nyugodtan Google keresőben. Miről akartam beszélni? Az volt biztos, oké, az Pipa, hogy Stellaris volt a délután, Pipa, hogy Stellaris máskorra, Pipa, hogy stream, beszéltem streamekről. Reméltem, hogy Hensheverke csatlakozik hozzánk ma, de nem tudtam elérni ezzel kapcsolatban. Ez ellenséges Leo volt, vagy megölött egy csapattársam? Most jó nagy darabokat le fogunk tépni így egymásról. Ez eléggé olyan, mintha orosz lenne, de persze nem az. Nem tudok se időt más skandináv nyelven se. Sajnos. Még az egy hasznos műveltség. Főleg, ha a jóléti országban tervez költözni az ember. Az így kivébbé is sebezhetetlen frontból, vajon 150 milli átütéssel könnyen lehet, ha egy picit is rendesen meg van döntve. Ki lőtt meg? Valaki rendesen hátulról lőtte szét. Az 22-esen picit menekül. Mint a menekülne. És miért hoz... Ja, uff, oké, elnézést, aztán 1050 HP-ja van. Miért hozott be a kis top tankot, persze. Tesztelni úgy is lehet. Ezt nem vitatom. Na és a másik srác meg a kis ágyút hozta.
Hát igazából erről szól a bekerítés, szóval a Sus 22-es a végére maradt, és ez tényleg klassz, nem tudom, hogy szakaszban voltak-e, valószínűleg nem, de hogyha gyors töltős ágyutazza az ember, az lehet, hogy több DPM-et ki lehet hozni ebből a tankból.